A könnyekig meghatódott a német kancellár, akit a zsidó világkongresszusa a modernkori Izrael megálmodójának, a Budapesten született Herz Tivadarnak a nevét viselő elismeréssel tüntetett ki Münchenben. A szervezet elnöke a civilizáció védelmezőinek nevezte Angela Merkelt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 75 évvel Auschwitz után a zsidó gyűlölet ismét felütötte a fejét. A probléma nem zsidó, hanem német. Együttes erővel fel kell lépni az antiszemitizmus, a rasszizmus, az iszlamofóbia, az idegen gyűlölet és a homofóbia ellen hangsúlyozta. A Herz Tivadar díjat már 12. éve annak adják, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a zsidók számára biztonságos és elfogadóbb, toleránsabb világépítésében. Az antiszemitizmus továbbra is rútarcát mutatja Németországban, ismert el a német kancellár. A legújabb fejlemények, és itt nem csak a Hallei zsinagóga elleni támadásra gondolok, mély aggodalommal kell, hogy eltöltsenek bennünket. A zsidó világkongresszus felmérése szerint 4-ből 1 német antiszemita gondolatokkal él.